A gyönyörűen behavazott győri vár a napok óta tartó brutális mínuszok után a beígért hó is megérkezett. Tegnap este óta szinte folyamatosan esett. Komoly gondot azonban nem okozott a 6-8 cm-es égi áldás, inkább majd a viharos szél miatt kialakuló hófúvások nehezítik meg az életünket. Ez már a Győrszól fűtőerőműve a Rozgonyi utcában. A gépeket és a szakembereket is megdolgoztatja a több mint 15 éve nem tapasztalt zimankó. Ilyenkor jóval nagyobb hőmennyiségre van szükség, hogy a közel 24 ezer távfűtött lakásban élők semmit se érezzenek a kint röpködő mínuszokból. Januárban 2,1 Celsius fok volt a havi középhőmérséklet. Az utóbbi napokban pedig mínusz 9, mínusz 10, tegnap mínusz 10,8 Celsius fok volt a napi középhőmérséklet. Ehhez képest mintegy 65%, tehát a januári átlagos napi kiadáshoz képest mintegy 65%-kal több hőenergiát kell a fogyasztóink felé kiadni, ennyivel több hőt kell a lakások fűtésére fordítanunk. A szolgáltató felkészült a hasonlóan fagyos folytatásra is. Az előrejelzések szerint ugyanis a hétvégéig még mindenképpen marad a szibériai hideg, némi enyhülést majd csak a jövő héten remélhetünk.